Egy kicsit azzal kezdeném, hogy ha nincsen ellenükre és valaki nem akadályoztatott, akkor felállnának egy pillanatra? És csak egy kis gyors felmérés, most nem kézfeltartásos, és legyen szíves helyet foglalni, aki már ült repülőn. És akkor utána az is foglaljon helyet, aki még nem ült repülőn. Ezek nagyon-nagyon kevesen voltak. Ez csak, bocsánat azért a gyakorlatért, csak nekem már nagyon jól esett így felállnom, így a szünet kicsit elcsúszott, úgyhogy remélem, hogy nem haragszanak ezért a kis gyakorlatért. Amiről én szeretnék beszélni, az tényleg az, hogy a Budapest Airport, mint a repülési szektor egyik résztvevője, egy repülőtér, hogyan tud tenni a fenntarthatóságért, illetve azt ugyan mindenki tudja, és ezt köszönöm a felkonferálást is, hogy maga a légiközlekedési szektor nagyon-nagyon energiaigényes, és a technológiai változás nagyon lassan következik be, és én pont erről szeretnék beszélni, hogy egy repülőtér és maguk a légiközlekedési szektornak a képviselői rövid és középtávon is mit tudnak tenni a fenntarthatóság érdekében, és nem tudjuk kivárni ezt a hosszú távú fejlődést, de mi addig nem ülünk és várunk arra, hogy feltalálják az elektromos, hidrogénos repülőket és a mindenféle olyan technológiát, amire a roadmapje 15-20 éves, igenis most is tudunk ezért tenni. A legelején engedjék meg, hogy egy kis cégbemutatót prezentálja. A Budapest Airportról azt érdemes tudni, hogy 1515 hektáron fekszik el az a terület, amit mi nap mint nap menedzselünk. Több mint 200 darab épületünk van, így az energia, az a felhasználás, ami a legjelentősebb a repülőtér életében. A tavalyi év folyamán 12,2 millió utast kezeltünk, ez ugye nem volt a csúcs, a Covid előtti csúcsidőszakunk 2019-ben volt, amikor több mint 16 millió utas érkezett vagy távozott a Budapest Airport infrastruktúráján keresztül. Ezt azért érdemes elmondani, mert hogyha elhelyezzük magunkat a többi szektor szereplőjéhez képest, akkor természetesen az én szempontomból mi középen helyezkedünk el, ez egyértelmű, de ugye maga az utas valahogy elérkezik a repülőtérre, onnan távozik a légitársaságok segítségével, viszont magán a repülőtéren is nagyon-nagyon sok szolgáltatást vesz igénybe. Ez egy annyira komplex iparág, hogyha fenntarthatóságról beszélünk, akkor nem beszélhetünk csak arról, hogy ez a repülőtér felelőssége, csak a légitársaság felelőssége, hanem ez egy olyan közreműködés, együttműködés a partnerekkel, akiknek mindent bele kell adnia ebbe a komplex képletbe, illetve azt is meg kell határoznunk, hogy az utasnak mekkora felelőssége van ebben az egészben, mert befolyásol minket, milyen elérhető technológiák vannak, milyen a szabályozási környezet. Ugyanakkor az nagyon nagy befolyásoló erő, hogy mi a kereslet, mert hogyha az utasnak nincsenek elvárásai, akkor természetesen, ugye ez elhangzott az előbb is, hogy van olyan szituáció, amikor árérték arányban azért hajlamosabbak vagyunk az olcsóbb megoldást választani, még hogyha az nem is fenntartható. De hogyha az utasoknak az igényei növekednek a jövőben, fenntarthatóság terén elvárásaik vannak, természetesen azt kénytelenek a cégek is lekövetni, ugyanis ez egész szektor lényegében ebből él. És amit még itt ezzel szerettem volna prezentálni, az, hogy az utasnak igenis van választása. Van választása azon a téren, hogy hogyan közelíti meg például a repteret. Hát az elektromos biciklit és a biciklit azért annyira nem javaslom, mert csomagokkal nem biztos, hogy kényelmes, illetve az infrastruktúra az még nem nagyon épült ki a budapesti központhoz képest, de választhat autómegosztó megoldásokat például. A taxitársaságunknál elérhető, hogy kiválaszthatja, hogy ő elektromos taxit szeretne rendelni magának. Tehát van választása. Ugyanúgy van választása abban is, hogy magán a repülőtéren milyen szolgáltatásokat vesz igénybe. Ő PET-palackos üdítőt szeretne venni, vagy van más elérhető a választékban, amit ő választ. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos tényező maga az utas. Ugyanakkor természetesen vannak olyan részek, amiben nincsen, tehát hogy melyik légitársasággal közlekedik, melyik desztinációra megy, ez is az ő választása, de ott azért nagyobbak a korlátok. Ugyanakkor ezt mindenképpen szerettem volna hangsúlyozni, hogy mindenkinek szerepe van ebben a képletben. És amit én most bemutatnék, az a repülőtéri karbonkibocsátás annak az érdekében, ugye ez egy energiaigényes szektor, és ez nagyon általános, hogy a karbonkibocsátással hasonlítjuk össze magunkat másokhoz képest, hogy hogyan állunk, és ezzel az ábrával azt szeretném megmutatni, hogy maga a repülőtérnek a kibocsátása, ami lényegében a Scope 1-2 kibocsátás, ami a fűtési energia, a villamosáram, az üzemanyag, az mindösszesen nekünk a 2021-es évünkben 8%-ot tett ki, abból a teljes kibocsátásból, ami a repülőtéren keletkezett. Ezzel nem szeretném
kicsinyíteni a repülőtérnek a szerepét, hogy ezért tenni kell, csak azt szeretném bemutatni, hogy az összes többi szereplő sokkal-sokkal nagyobb kibocsátással rendelkezik, ezért nagyon fontos, hogyha a légi közlekedést fenntarthatóbbá szeretnénk tenni, akkor egy együttműködő közösség alakuljon ki ennek érdekében. És most szeretnék egy pici kisfilmet bemutatni, ami a Budapest Airport fenntarthatósági kezdeményezését foglalja össze. A Budapest Airportnál éjjel-nappal, az év 365 napján azon dolgozunk, hogy Magyarországot bekapcsoljuk a világ vérkeringésébe. Saját közüzemmel, infrastruktúrával, repülőtéren belüli távhőellátással és saját víztermelő kutakkal rendelkezünk, mint város a városban működünk. A színfalak mögött lázas munka folyik, hogy mindezt fenntartható módon tegyük. Tudatosan bánunk az erőforrásainkkal. Karcsúsítottuk a vízfogyasztásunkat. A hőközpontok korszerűsítésével, a fűtési csövek és szerelvények, valamint az épületek hőszigetelésével pedig féken tartjuk az energiafogyasztást. Így kevesebb üvegházhatású gáz jut a légkörbe. Végcél, hogy 2035-re elérjük a nettó zéró karbonkibocsátást, amiért nap mint nap teszünk is. Figyelünk a környezetünkre, az állatokra, és igyekszünk távol tartani őket a repülőgépektől, mindannyiunk biztonsága érdekében. Szomszédainkkal harmonikus együttélésre törekszünk, zajvédelmi intézkedéseinkkel sokat teszünk nyugalmukért. A tágabb környezetünket sem tévesztjük szem elől. A környező erdők szemétmentesítését és tisztántartását is kötelességünknek érezzük. Napról napra zöldülünk, gondoskodunk a hulladék újrahasznosításáról, elektromos autókba ülünk át, és egyre több zöld energiát vásárolunk, miközben saját napelemfarmot tervezünk. Rengeteg mindent megtettünk már, de megyünk tovább ezen a zöld úton. Felelősséggel tartozunk utasainkért és a földért, ahol élünk. Budapest Airport. Kapu a fenntarthatóság felé. Mi nem tetszett a videó, így nagyon röviden próbáltuk csak 2 percben összefoglalni, hogy milyen tevékenységek azok, amikkel tudunk tenni a fenntarthatóság felé vezető úton. Itt pedig, amit szeretnék még prezentálni, az, hogy a stratégiánknak, a fenntarthatósági stratégiánknak milyen alapelemei vannak még ezen kívül. Azt azért szeretném kiemelni, hogy nem minden szerepel értelemszerűen a listán, tehát hogy a biodiverzitás, vagy akár a vízfogyasztás terén is megvannak a magunk akciói, de meg kellett határoznunk azokat a stratégiai pontokat, hogy még azok, ahol sokkal többet tudunk és akarunk fejlődni, ahol kifejezett projekteket tudunk arra indítani, hogy csökkentsük a karbon és egyéb ökológiai lábnyomát is a repülőtérnek. Itt a netto zero karbon kibocsátásról mindjárt fogok még egy picit beszélni, és azért örülök, hogy én vagyok az utolsó előadó, mert az előttem szólók így a fenntarthatósági elméletet elmondták, így nem kell tovább magyaráznom, hogy a gazdaság és a társadalmi lába is mennyire fontos a fenntarthatóságnak. A kisfilmből az látszott, hogy nálunk is a környezetvédelem a legerőteljesebb, mert a legnagyobb hatásunk környezetvédelmi téren van, mint repülőtér üzemeltetés, ugyanakkor a gazdasági és társadalmi láb, mint például a zöld finanszírozásnak a lehetőségének a megteremtése, illetve a zajvédelmi programok, mint a környékbeli lakosság jólétének a biztosítása, és ugyanolyan fontos számunkra, ami megjelenik a stratégiánkban. És az a karbon ütemterv, ami elkészült, hogy 2035-re net zérók tudjunk lenni, ez azt jelenti, hogy a Budapest Airportnak a saját kibocsátását szeretnénk nullára lecsökkenteni. Ehhez felmértük, hogy milyen projekteket kell elvégeznünk, és azt látjuk, hogy ez a 2035-ös céldátum abszolút vállalható. Ennek a karbon lábnyom csökkentési ütemtervnek több pillérje van. Az első része az, hogy le kell csökkentenünk az energiafogyasztásunkat. Itt gondolok arra, ami elhangzott a kisfilmben is, hogy modernizáljuk a kazánházakat, elektromos autókat használunk, az üzemanyagfogyasztásunkat csökkentjük, és utána pedig a megújuló erőforrásokra szeretnénk átállni, ami most két nagy projektünk van előkészítési fázisban, az egyik a napelemfarmfejlesztés, a másik pedig a geotermális lehetőségeket kutatjuk a repülőtérnek a környezetében. Ennek az ütemtervnek a mentén
magukat, az infrastruktúrális fejlesztéseinket abszolút meghatározzuk, és ezzel az egész stratégiával és ütemtervel is azt szeretném prezentálni, hogy mennyire fontos az, hogy egy felelős vállalatnak legyen terve egyáltalán. Tehát, hogy mérje fel azt, hogy neki milyen hatása van az adott területen, mit tud tenni ez ellen, mik az elérhető technológiák, mert hogy amit nem tudunk mérni, azt utána nem tudjuk menedzselni. Tehát ez az egyik olyan alaptézisünk, ami alapján tudunk tovább menni a fenntarthatóság terén. És maga a karboncsökkentési ütemtervünk, ugye ezt említettem, hogy ez csak a repülőtéri kibocsátásokra vonatkozott, ugyanakkor mi azt szeretnénk, hogy mint a repülőtérnek a központi motorja, mint Budapest Airport, a partnereinket is bevonjuk ebbe, és azt, amit láttunk, hogy 92% kibocsátás az a többi partnerünkhöz tartozik, hogy közösen próbáljunk megtenni annak érdekében, hogy csökkenjen az úgynevezett Scope 3-as kibocsátás is a repülőtér környezetében. Ennek érdekében létrehoztuk 2015-ben az úgynevezett Green Airport programunkat, ahol már több mint 40 repülőtéri partner csatlakozott hozzá, és az a közös célunk, hogy a Scope 3 közvetett kibocsátások terén is csökkentést tudjunk elérni, így ezért folyamatosan tudásmegosztó fórumokat tartunk, hírlevelet küldünk nekik, illetve munkacsoportokban dolgozunk együtt a partnereinkkel. Ennek az utolsó szlájdamnak tényleg az a legfőbb üzenete, hogy az egész turizmus és az egész légiközlekedési iparág is csak akkor tud fenntarthatóbbá válni az én személyes véleményem szerint, hogyha közös összefogással folyamatosan figyeljük a technológiai lehetőségeket, a trendeket, alkalmazzuk a megfelelő szabályozási környezetet, ne adj Isten, lobbizunk is érte, hogy a megfelelő irányban mozduljon el, és közösen egymást támogatva induljunk el a fenntartható turizmus útján. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!